Andrássy Lőrinc növényvédelmi szakmérnök rendszeres vendége a Phoenix televíziónak, és olyan kérdéseket igyekszik megválaszolni, amely a természet, az élővilág szép vagy éppen bosszantó jelenségeire vonatkozik. Ezúttal arra a kártevőre hívja fel a figyelmet, amely nagy mértékben károsítja az értékes diófákat, a dióburok fúró légyről hallhatnak tájékoztatást. A mai témánk igazán aktuális szerintem minden lakosunknak, nekem is. Az udvarunkon gyönyörű szép diófa van, viszont nem tudok róla egyetlen egy diót sem megenni, mert hogy különleges betegségben, mondom én különleges betegségben, de a szakember mindjárt elmondja, hogy ez a betegség ugyan micsoda, ami megfeketíti a dióinkat. Andrássy Lőrincet kérdezem ebben a témában, aki nagyon aktuális és fel tud bennünket világosítani. Most már talán késő siránkoznunk, hamarabb kellett volna. Mi az okozója annak, hogy Tiszafüreden és gondolom más településeken is ilyen fekete lett a dió? Igen, az egész ország területén nagyon radikális probléma ez, de annyit tisztázunk, hogy a betegséget a vírusok, baktériumok, gombák okozzák. Ez viszont kártevő okozza, ez egy kis apró légy, amelyik dióborok fúró légy néven ismert, és sajnos a nyugati ország részen kezdődött az első megjelenése néhány évvel ezelőtt, ez pedig Kőszeg környékén fordult elő, és utána elterjedt most már egész országban. Az utóbbi években már itt is tapasztalható, két dologtól is megfeketedik a dió, az egyik egy betegség, az ténylegesen korábban is előfordult, de az nem volt ilyen radikális, és nem okozott ennyi kárt. A dióburok fúró légy az viszont nagyon komoly kárt okoz, és rendkívül nehéz ellene a védekezés. Pláne úgy, hogy ismeretlen kártevőről van szó, legalábbis sokak számára ismeretlen, úgyhogy fel kell készülni, hogy a jövőben a diófát is permetezni kell, rovarölőszert kell használni. Hangsúlyozom, rovarölőszert, tehát nem gomba ölőszert, és a rovarölőszerekből viszont egyre szűkebb a választék. Mondjam úgy, hogy a hatékony vagy radikális rovarölőszereket az Európai Unió nagyrészt betiltotta, és hiányzik a jó rovarölőszer. Amit itt a kezében tart, azt látjuk, hogy nem csak a külseje, de ugye a belseje is teljesen meg van feketedve a diónak. Ha időben elkezdjük permetezni, akkor ettől megóvjuk, gondolom, a dióinkat. Valószínű, ez a belső penészedés vagy rothadás, ez már másodlagos jellegű. Ugyanis a sérüléseken keresztül, miután a légy nyűvei megfertőzték a dióburkot, ezt a zöld állapotában teszik, azután másodlagos kórokozók a sérülésen keresztül elfertőzik a diót. Tehát utána ténylegesen beteg lesz, egy betegség tünetei mutatkoznak, ettől megfeketedik, és utána lehull. Nagyon fontos, hogy mikor védekezzünk ellene. Sokan nem tudják. A kulcskérdés a mikor, aztán később a milyen készítménnyel és milyen dózisban. De még egy nagy gond van, hogy általában a diófák nagy méretűre nőnek, és különleges permetezőgép kell hozzá. Tehát nem egyszerű a hatalmas méretűre nőtt diófák kezelése. De nagyon fontos, mielőtt még bárki rovarölőszert alkalmaz, hogy az életmódjával tisztában legyen, tehát tisztában legyen azzal, hogy mi ellen és mikor használják a készítményt. A mikor, azt pedig úgy tudjuk megállapítani, hogy meg kell figyelni ennek a kis légynek a rajzását. Ami elég egyszerű, mert egy gyakorlatilag nem száradó ragasztóanyaggal lekent sárga, világos vagy világos zöld színű ragasztólapról van szó, amelyet ki kell helyezni a diófára, főleg a fölsőbb részeken, tehát a felső harmadában volna a legcélszerűbb, de ha már fél magasságba kivesszük is, alkalmas ez a kis eszköz arra, hogy megállapítsuk, mikor rajzik. Amikor rajzik, általában tudom mondani, hogy július első napjaiban, általában, tehát időjárás függő, attól függ, mennyi hőmérséklet, milyen hőmérséklet éri a környezetét ezeknek a legyeknek a bábjait, ugyanis a dióban, mikor kifejlődnek,
ez a lárva állapot, ez tart a július elejétől augusztus végéig, szeptember elejéig, utána bebávozódnak, és az azt jelenti, hogy kis apró selyem szálon leereszkednek a dióból, a talaj felső 1 centis rétegébe bebávozódnak, befurakodnak. Ezért is nagyon fontos, hogy mi történik utána velük a diófa alatt. A diófa alatt át tudják vészelni a mínusz 10 fokos telet is, mert általában nem sokáig tartanak a fagyos napok, utána rögtön enyhülés van néhány nap után. Hiányzik a tartós mínusz 20 fokos hidegek, az a egy hétig vagy 10 napig legalább, nincsenek komoly telek. Így áttelelnek olyan kártevők is, amelyek korábban Magyarországon nem fordultak elő. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy hát miért szaporodnak, egyre több olyan kártevő jelenik meg, olyan rovarkártevő, ami korábban nem fordult elő. Egyrészt azért, mert óriási sebességgel meg növekedett a mindenféle áruszárítás, itt a növényi árukra gondolok, gyümölcs, zöldség, gabona, stb. És 1000 kilométereket rövid idő alatt megtesznek. Utána ugye a klíma változott, megtelepednek olyanok is, amelyek át tudnak telelni. Ez akár mondhatnám is, hogy mint például a szúnyogok közül is, hogy vannak olyanok, amelyek nem fordultak elő, most pedig már itt tudnak telelni az országba, és újabb fajok jelennek meg, sajnos más fajok meg eltűnnek, madarak közül például nagyon sokan. Na de nem akarok elkalandozni. Lényeg az, hogy ha tudjuk, hogy mikor rajzik ez a kis légy, akkor ellene tudunk permetezéssel védekezni. Sajnos egy permetezés nem elég, mert a rajzás időszak az elnyúlik, tehát nem zajlik le egy hét alatt, hanem körülbelül egy hónapig is tart a rajzás ennek a légynek. Tehát nagyon kellemetlen kártevő a többivel szemben, mert általában sok kártevő úgy rajzik, hogy néhány nap alatt megtörténik a kirajzása, és akkor lehet hozzá pontosan időzíteni a védekezést. De a sárga lapunk az nekünk jelzi, hogy mikor rajzanak, és akkor ehhez időzítve elkerülhetjük azt, hogy rossz időpontban vagy fölöslegesen terhelve a környezetet permetezünk, akkor is, amikor nincs jelen ez a légy. Ugyanis az imágó állapotban tudunk állni legfőképpen védekezni, mert amikor már befurakodnak a kis legyek a petéből a dió burkába, akkor már a felszívódó rovarlőszerek is kevésbé hatnak ellene. Említette, hogy kb. Egy hónap ez, ennek az időtartama, tehát akkor érdemes beszereznünk már korábban ezeket a rovarcsapdákat júniusban, hogy júliusban ezeket kitehessük. Honnan lehet beszerezni, hol lehet vásárolni ezeket? Igen, hát ez itt úgy szokták mondani, nem a reklám helye, de a Csalamon nevű cég, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutató Intézetének egy részlege gyártja és foglalkozik vele, és onnan mindenféle rovarcsapdát be lehet szerezni. Postai úton küldik korrekt módon, és érdemes, mert megéri más gyümölcsök esetében is, mert így kevésbé fordul elő, hogy okszerűtlenül felesleges növényi időszer kijuttatásra kerüljön sor. Ezért célszerű megrendelni, akár postán, interneten keresztül. Ezt az egy szót kell megjegyezni egyelőre, hogy Csalamon, és akkor ha az interneten rákeresnek, akkor minden információt megkapnak. Mennyire említette, hogy szép magasra nőnek ezek a diófák, nekem is egy hasonló diófám van otthon, mint amit a hátunk mögött is található. Egy magam képes vagyok erre, tehát meg tudom-e én, mint egyszerű hétköznapi háziasszony ezt oldani, vagy ehhez segítség kell? Én azt mondom, ehhez segítség kell. Egyrészt azért, mert a növényvédőszert nem mindenki használhatja, attól függ, melyik kategóriájú növényvédőszert sikerül beszereznie. Ugyanis
növényvédőszereknek három kategóriája van, egy szabadforgalmú, van egy feltételes forgalmú, és van egy felsőfokú végzettséghez kötött, aki vásárolhatja és használhatja. Ez olyan, mint a gyógyszer, hogy C-vitaminért a gyerek is elmehet a gyógyszertárba, de van, amelyiket csak nyilván orvos felírással, és van olyan, amelyeket csak kórház állandó felügyelet mellett lehet használni. Tehát három kategória, a növényvédőszereknél is így van. Nem javasolt egy például hölgyeknek, kismamáknak egyáltalán növényvédőszerrel foglalkozni. Fizikailag is nehéz megoldani, mert magasak ezek a fák. Tehát olyan célpermetező gép kell hozzá, amelyik vagy nagyon magas hosszabbítóval. Én egy egyszerűt használok, elektromos és háti gép, de akkumulátorról működik, és horgászbotból van a hosszabbítója, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyű. Arra van egy vékony cső felszerelve, és a végére szórófejtéve. Így körülbelül az 5 méteres famagasságig, 6 méteres famagasságig tudunk permetezni. Viszont, hogyha ennél magasabb fák vannak, akkor ahhoz magas nyomású gép kell, ami már beszerzés, szakértelem és fizikailag is nem hölgyeknek való. Mindenképpen megéri viszont ezen gondolkodni, hiszen az én fámon is nagyon sok dió termett volna. Van olyan ismerősöm, akinek 140-150 kiló diója ment most tönkre, és kellett neki kidobnia. Igen, és még nagyon fontos, hogy amivel egyszerű módon is védekezhetünk, bár a szomszédoktól sok függ, a diófáról lehullott mindennemű diófához tartozó dolgot, a termést, a levelet, az állakat, minden célszerű megsemmisíteni, összegyűjteni, és hogyha a fa alja tiszta, sőt, ha egy ácsó nyomméséggel lefordítjuk a talajt, akkor ezek a bábok nem tudnak tavasszal kikelni. Csak az a baj, hogy ezek nagyon jól repülnek, és hogyha a szomszéd ezt nem végzi el, akkor ugyanúgy befertőződik az én fám is. De ezzel, hogyha tudatosan megsemmisítik a dió lehullott maradékát, a faleveleket, és bizony itt szeretném elmondani, hogy sajnos tiltják a kertben égetést, pedig a kis kerti égetések közel sem szennyeznek úgy, mint akár a sok ezer hektáron leégett növényzet, vagy a vulkánról ne is beszéljünk, hogy milyen mennyiségű szennyező anyagot bocsájt a levegőbe. Ez a kiskerti égetések nagyon hasznosak lennének, de hát tiltottak. Tehát valamilyen úton, módon zárt égetőberendezésbe megengedik az elégetést. A zárt térből is ugyanannyi mennyiségű szennyezőanyag jut ki, mint hogyha a kertekben azt a kis ilyen jelleggel égetnének. Minden esetre tehát tisztán tartsuk a diófák alját, semmisítsük meg a hulladékot, és akkor már sokat tettünk annak érdekében, hogy egészséges diónk maradjon. Igen, tehát akkor mától kezdve tulajdonképpen van három feladatunk, most tisztán tartani a diófaját, fölásni, hogyha másképp nem sikerül, és minden levelet összeszedni, a lehullott diókat, és mindent kidobunk, bezsákoljuk, elviszik, majd aztán figyeljük, júniusban a hirdetéseket, rendelünk csapdákat, igen, rovarcsapdákat, amiket júliusban fölrakunk. Ezt viszont talán még mi is meg tudjuk oldani, a fölrakást. Ez egyértelműen így van, ezt csak föl kell akasztani, ezt a sárga lapot, amelyen ez a ragasztóanyag összefogja, de védekezésre nem alkalmas, tehát ez csak előrejelzés szempontjából fontos. Sokan azt gondolják, hogy ha kirakják a sárga lapokat, akár a cseresznyefára is, akkor már megvédték. Nem, ez csak jelzőanyagnak alkalmas, védekezésre nem. Amikor látjuk a csapdában, hogy ott vannak a legyek, akkor kell ugye majd a permetezést utána megoldanunk, tehát egy hónap eltéréssel körülbelül? Így van, ha megjelentek a legyek, az azt jelenti, hogy még egy pár napig ugye párzási időszak van, ott lerakják a tojást, tehát nem az első légy megjelenése kell rögtön, hanem egy pár nap múlva kell, amikor már javába tart a rajzás az első permetezést. De utána figyelni kell nekünk tovább ezt a sárga lapot, mert
hőmérséklettől függően, meg attól, hogy milyen mélységben telelnek, meg milyen típusú a talajunk, mert van gyorsabban melegedő, lassabban melegedő talajtípus, ezért később is jelennek meg. És nem elég, sajnos nem elég az egypermetezés. Korábban azt mondtuk például a cseresznyénél, ha egy jó időzítés volt, a cseresznye legyek ellenben hasonló telelése, életmódja is a cseresznyelégynek, hogy ne legyen kukacos, egy permetezés is, ha jól időzítve volt, szinte meg lehetett védeni. De most már a cseresznyét sem lehet egyáltalán megvédeni, mert egy újabb faj jelentkezett, kétféle cseresznyelégy van, az amerikai változat, az később és hosszabban rajzik, emiatt legalább két permetezés kell a cseresznyének is, kivéve a májusi korait, mert akkor még egyik sem rajzik, a májusi korai azért nem kukacos, úgymond a Germeldorfi cseresznye időszakában, viszont már tömegesen rajzanak a cseresznyelegyek, amikor a zöldborsó szemnagyságú. És itt el kell mondani, hogy sajnos sokan követnek el hibát, hogy vannak olyan tulajdonosok, vagy olyan permetező emberek, akik virágzásban próbálnak védekezni rovarok ellen. Ez mind szakmailag bűn, mert akkor a méheknek ártanak vele, és egyrészt mindig meg lehet védeni a növényeket közvetlen virágzás előtt és virágzás után. Tehát aki virágzásban permetezés rovarölőszert használ, az szinte bűnkövetel a természet ellen. Nagyon oda kell figyelnünk, és egyre inkább meg kell ezt nekünk egyszerű embereknek is tanulnunk, hiszen nem várható, hogy összességében majd változik a környezetünk, változik majd, és visszatérünk a négy évszakokhoz, ami lassan már eltűnik, hanem egyre inkább a melegedés lesz jellemző, egyre inkább az új betegségek lesznek jellemzőek. Igen, változik a környezetünk, és sajnos nem egészen kedvező irányban. Minden amellett szól, hogy egyre inkább oda kell figyelni, és kellenek az egyszerű szakmai ismeretek is a gazdálkodók, főleg kertészkedő embereknek, mert hogyha nem ismerik a károsítókat például, akkor nem tudják jól alkalmazni hozzá a készítményeket. És akkor a köztudatban elterjed az, hogy minden rossz, amit egyszerűen permeteznek, vagy vegyszerrel oldanak meg, márpedig nem nélkülözhető, mert ugye az emberiség az triplázódik, a kártevők ugye a mozgással, az áruterjesztéssel szaporodnak, és valahogy féken kell tartani, hisz az ember is magának menti a károsítóktól, az élelmezésre való táplálékot, és mint konkurenciát hát föl kell lépni ellenük. Csak nem mindegy, hogy milyen tudással, milyen szakmai ismeretekkel, és abból van mindig inkább a gond, hogyha valamit nem tudunk és nem ismerünk. Érdemes akkor tulajdonképpen mindenkinek, már aki kertészkedik, így egyszerű embereknek is, mint én, belelátni egy kicsit a rovarok és a betegségeknek a világába. Igen, nem véletlenül vannak növényvédelmi tanfolyamok, ezek bizonyos zöldkönyves tanfolyamok, amelyeket szervezünk kertészkedőknek, gazdálkodóknak, és hát nekem az volt a legmegnyugtatóbb, amikor ugye zsörtölődtek, hogy miért van lekorlátozva a növényvédőszer használat szakmai ismeretekhez kötve, ezek a bizonyos kategóriák, és akkor azt mondták a gazdálkodók, főleg akik kezdtek, hogy miután már némi tapasztalatot szereztek, és azt mondták, hogy hú, ezt nekünk már 10 évvel ezelőtt el kellett volna végezni. Pláne akik főleg annak idején a rendszerváltás után hirtelen gazdák lettek, mert kell a szakmai tudás ahhoz, hogy egyrészt a környezetet, természetet kímélve állítsanak elő élelmiszert, másrészt hát a legalapvetőbb, hogy egészséges élelmiszer, zöldséggyümölcs kerüljön mindenki asztalára. Ezek a tanfolyamok mennyire elérhetők itt a közelünkben, Tiszafüreden vagy a környékén? A növényvédelmi kamara szervezte korábban, eddig most az agrárkamarához került. Szerintem jobb helyen volt a növényvédelmi kamaránál, hisz a legszakmaibb rátermett emberek szervezték. Most átkerült oda, remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy a szervezettség egy kicsit lazább lesz.
ugyanis azóta Tiszafüreden nincs szervezve tanfolyam. Számít is az is, hogy mennyi a jelenkező egy-egy ilyen tanfolyamra, mert 20 fő alatt azért nem gazdaságos tartani, 20 fő jelenkezése a környező falvakból, a településekből pedig könnyen összejön. Célszerű. Nyilván oktatók is kellenek hozzá, növényvédelmi szakembereknek is rendelkezésre kell állni. Én azt látom, hogy eléggé korosodunk itt most a környékben, és új szakemberek, hogy is mondjam, kevés van, legalábbis csökkent a létszámuk. Bízunk benne, hogy a fiatalabb generáció észbe kap, és még időben elkezdik ezeket a képzéseket mindannyiunknak az érdekében. Igen, és mi azon vagyunk, hogy átadjuk a szakmai tudást, csak nem jelenkeznek megfelelő számban. Az a helyi tapasztalatom, de országosan lehet, hogy más a helyzet. Ebben nem vagyok illetékes. Nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást, és valószínűleg még folytatjuk majd ezt a témát, hiszen nagyon sok olyan dolog van, amely a kertjeinket, növényeinket károsítja, akár betegség, akár rovar. Ez így van, és azon drukkoljunk, hogy legyen normális téli időjárás is, mert amikor olyan enyhe telek vannak, mint az elmúlt tél is, akkor áttelesz sértetlenül szinte mindenféle rovarkárosító, és még azok a poloskák, kabócák, amelyek az utóbbi években is megjelentek, mint új rovarok, most ebben az időszakban tömegesen keresik fel telelés céljából a lakásokat. Nem kell ugyan megijedni tőlük, mert növényi poloskák, tehát nem az a vérszívó, mint régebben el voltak szaporodva. Most ezek a rovarok igyekeznek a lakásokba bemenni, hogy ott teleljenek. Muszáj a szúnyoghálót még most is fönntartani, amikor már nincs szúnyogszezon. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, és bízunk benne, hogy egy kicsivel hidegebb telünk lesz azért, mint tavaly volt. Reméljük.